Jöhet az utolsó ló. És starter indul, tehát a Gödidi egy kicsit adél kifelé tör, ugye a pálya közepe felé tör az indítás követően. Összességben azonban egy jó startot vett ő is. Nokle Pata látszik középen egészen jó pozícióban, illetve Pirkatkor Kelő is nagyon-nagyon gyorsan kezdett. Kívül Merivát is ott látom az élmezőn, mert mögöttük én 2-3 hossza Mondók, a Speed Test és Salsa, valamint Adél, akit egy kicsit kell lovagolni. De egyelőre viszonylag jól együtt galoppozik az egész mezőny, amikor megtették most már a lovak a verseny első 300 méterét. Szinte teljesen egy vonalban ott Nokle Pata, illetve Meriva és Pirkatkor Kelő. Speed Test megkezdi az árkózás Mondókával egyetemben. Salsát is Besetovics egy kicsit feljebb lovagolja most már a fronthoz. Középen Nokle Pata egyértelműen vezet. Nokle Pata, Salsa most már talán a második. Pirkatkor Kelő megy visszafelé, Merivát is azért megelőzni látszanak most egy ilyen ketten. Még mindig vezet Nokle Pata, Salsa jön mögötte. Nokle Pata, Salsa, Adél remekül tartja magát, Speed Test egyelőre nem igazán tud elindulni. Mondóka viszont egészen jó rátesz, amikor jön az utolsó 200 méter. Nokle Pata, vagy talán Salsa az, aki megnyerheti a versenyt, jön az utolsó 200 méter. Salsa most már előrébb látszik, mint Nokle Pata. Salsa megnyerheti ezt a futamot Goran Mesetovicsal. Salsa, Nokle Pata, Mondóka, ez lehet a befutáson. Salsa nyerő. Mögötte Nokle Pata a második, harmadik Mondóka, negyedik helyre pedig Speed Test, a favorit érkezik. Hát Salszával nagyon ráéreztél. Nagyon ráéreztél, Goran Mesetovicsal nagyon-nagyon jót futott, és egészen biztos, hogy jobb számot ért el, mint az elmúlt időszakban bármikor is. Tehát vártuk Salszát, hogy mondtam, és 60 környéki száma van, volt. Hát ha valamikor, akkor Mesetovicsal egyenesse, hát mikor fussa meg? Márpedig, hogyha megnézzük, 54 kilóval egy 60-as szám, az elég kell legyen a jó futásod, a győzelemhez is elég. Végül is a három favorit van mögötte a második, harmadik, negyedik helyen, csak éppen pont Speed Test nélkül, ugye Speed Test, Nokle Pata, hát Mondóka. Speed Test nem tudott jó versenyt. Nem. És akkor finom voltam. A végén próbálkozott, jött előre, végül negyedik helyet meg tudta szerezni, de azért azt hiszem mélyen a várakozások alatt szerepelt ezzel a negyedik helyezésével is. Salsa pedig idei első versenyét nyerte meg. 6-os, 3-as, 4-es. Ismétlem, 6-os, 3-as, 4-es. Aztán pedig érkezett Speed Test, Pirkatkor Kelő. Hát Adélról az bizonyosodott be, amitől féltünk, vagy amitől tartottunk. Nem volt jó formában, nem úgy jött ki, ahogyan szerepelt a tavalyi esztendőben, vagy éppen 2 évesként is még. Neki még versenyekre van szüksége, egészen biztosan több versenyre van szüksége, hogy ismét nagyon jól tudjon szerepelni. Ez viszont nem zavarta a másik Steady as a Rock lányt, Salsát, hogy megnyeri ezt a futamot. Mögötte Nokle Pata, aki nagyon sokáig küzdött Zdenko Schmidával, és helyezési számok tekintetében idei legjobb eredményét érte el, 1200 méterre, tehát ez a második hely, és igazolta azt, hogy azért, ha gyepen fut, hogy az elmúlt időszakban is tette, akkor azért ott képes ő igazán jó teljesítményre. Mondóka pedig, hát nem tudom, hogy ez a 60 körüli száma hogy volt, hogyha minden esetre azt elért, akkor egészen biztosan kellett Salsának javulni nem is keveset. Csak ismételni tudom magam. Gyakorlatilag, nézem közben, nyilván tippeltük meglepetés lónak, 5,1 a tét szó, tehát papíron nem lehetett nyilván azt tippelni, hogy Salsa utolsó formája alapján főszereplő lesz. Mondom, még egyszer meg lehet előlegezni neki azért amatőr után Mesetovicsal a jó távján gyepen némiképpen a bizalmat. Hát játszogatták egyébként őt inkább csak helyre. Itt azért az, hogy Speed Test sincs ott a háromban, vagy Speed Test nincs ott. Az fogja itt erősen dobni ezt az osztalékot. Talán még a befutótábla, ott azért minden bizonnya rajta van a 6-3. Mesetovics mégiscsak a régiónak az egyik top lovasa. Speed Test a negyedik, azért a 64 féltől messze volt. És hát Meriva is messze van a jó tavaszi számától, tegyük gyorsan, írám gyorsan hozzá, ő lesz az utolsó.